Vége van a hosszú hétvégének. Egy tízes skálán mennyire szar visszamenni dolgozni így egy ilyen hosszú hétvége, vagy egy ilyen nagyobb nyaralás után. Értékeljétek. Halló! Reggeli az egy nagyon fontos dolog, kezdjük a napot egy jó reggelivel. Egyébként nem is szoktam reggelizni, de a mai nap az kivétel. Be kellett ugorjak a Tesco-ba. Egy-két dolgot vásárolni, és az előttem lévő hölgy valamit vásárolt, és az eladó annyit mondott valami a számlával, vagy valami ezzel kapcsolatos dolog volt, hogy hát azt úgy nem lehet. Engem nagyon kevés dolog idegesít fel igazán, de az ilyen dolgok, amire azt válaszolják, hát ezt így nem lehet, attól egyenesen én falra tudok mászni. Mennyivel könnyebb lenne, hogyha nem azt mondaná az eladó egyből, hogy hát ezt így nem lehet, vagy bármilyen szituációban nem ez lenne a válasz, hanem már mindjárt elmondaná a megoldást. Tehát nem azt keresné, hogy lehet megakadni valahol, hanem hogy lehet tovább haladni. Egyből mondaná a megoldást, hogy oké, ezt nem lehet, de így vagy úgy lehetne megoldani ezt a problémát. Ez a baj sokakkal, hogy igazából nem a megoldásokat keresik, hanem problémákat generálnak. Ez az autós most mit szeretne? Istenem. Szóval a problémákat generálják, nem pedig a megoldásokat ajánlják. Igazából én úgy gondolom, hogy minden problémára, minden helyzetre van megoldás. Viszont az egy dolog, hogy nem tudjuk, hogy mi a megoldás per pillanat. Viszont akkor járjunk utána, kérdezzünk utána, nézzük meg, próbáljuk megoldani a problémát. Ne elégedjünk meg csak annyival, hogy hát ezt nem lehet így megoldani. Lányok, még mindig takarítanak a Marosparton. Évi kell locsol. Sziasztok! Halló! Bizu! Semmi! Locsolgálunk, takarít, kapu. Sofi? Az meg nézi, ő meg felügyel. Kukucs! Kukucs! És most megjavítom a gorillapodot. Ez megkérem Gabót, hogy tartsa a kamerát. De a lényeg az, hogy kell hozzá egy szikszalag. A múlt héten nem tudom, hogy emlékeztek-e még, de említettem, hogy eleget teszek egy kérésnek, ahol egy ilyen kis rövid, nem ül senki, egy rövid bemutatkozó filmet készítek egy ilyen szakmai konferenciára, vagy valami ilyesmi. És most folytatom. Ugye van 24 ember, akit meg kell interjúolni, úgyhogy ma folytatódik ez a rövid interjúzás, illetve óralátogatás. Most a Makói Szikszai utcára látogatok, ami itt van tőlünk pár méterre, úgyhogy gyalogosan fogom. Csak mellékesen megjegyezném, hogy annak idején én is ebbe az iskolába jártam, bár akkor még nagyon, de nagyon másképp nézett ki, mint most. Most fel van újítva is. Nagyon jól néz ki. One hour later. Készen vagyok a Szikszai utcai általános iskolába való forgatásra. Hú, de hivatalos volt ez. Tök szuper volt. Annak idején nem is tudom, a 90-es években ballaktam el talán 8-ból, már nem vagyok képbe a dátummal pontosan, és akkor ez az iskola még teljesen másképpen nézett ki. Azóta átalakult, fölújult. Meglepődve láttam, hogy azok a rajzok,
amiket mi készítettünk, mivel az osztályunk elég ilyen művészi osztály volt, illetve én jártam rajzszakkörre is, és azok a rajzok, amiket még annó kisiskolásként készítettünk közösen az osztállyal, még mindig kint van a folyóson. Ez tök szuper érzés. Fürdetésig, hogy elhúzzuk az időt, úgy döntöttünk, hogy kimegyünk egy picit a játszótérre Sofival, és játszunk egy kicsit. Ígértem, hogy válaszolni fogok néhány kérdésre, amit a videóhoz feltettetek. Most van itt a pillanat, amikor ennek eleget teszek. Mindjárt előtt kutatom a kérdéseket, és akkor... Oké, az első kérdés, Remix videó kérdezi, hogy blablabla, igen, kb. 2 hónapja azon gondolkozom, hogy elkezdjem-e, de valami visszatart, van-e valami jó tipped? Az első jó tanácsom, az első tippem az, hogy igazából ne gondolkodj. Már olyan értelemben ne gondolkodjál rajta, hogy elkezd-e vagy nem, mert az a helyzet, hogy az emberek túl sokat gondolkoznak dolgokon, és általánban, amikor végig gondolod, akkor oda jutsz, hogy nem fogsz csinálni semmit. Nem fogod elkezdeni, mert úgyis lesz egy ember, aki le fog beszélni róla, úgyis lesz olyan kifogás, vagy olyan valami dolog, ami meggátolja azt, hogy véghez vidd. Ezáltal megvonod magadtól azt a lehetőséget, hogy akár sikereket is érjél a YouTube-on. Vagy bármi más. Kezd el vlogolni, nem tudom, hogy mi az, amit szeretsz, vagy mi a hobbid, esetleg a hobbidról, teljesen mindegy, valamit kezdj el. Elkezdeni csak úgy tudod, hogyha elkezded csinálni. Aztán majd alakul az, nem muszáj napi szinten feltölteni videókat, lehet ezt havi egy alkalommal, vagy heti egy alkalommal. Glenn Quagmire kérdezi, hogy Peti, téged nem zavar, ha valaki megbálol videózás közben? Nem zavar, teljesen mindegy. Ezeket élvezem. Rengetegszer megbámulnak. 121 Zolika. Mikor kezdtem el videózni? Jól emlékszem, akkor az első vlogomat december 19-én vettem fel. 2016. december 19-én, azaz tavaly. És 20-án töltöttem föl a YouTube-ra. Greg kérdezi, hogy makói vagy? Mert volt egy rész, ahol tisztán felismertem makót. Igen, makói. Kósa Norman, hogy megyek-e majd Szentesre? Hát nem tudom, egyelőre még nem terveztem, hogy megyek, de ki tudja, hogy mit hoz az élet. Egyelőre ennyi volt, rövid kérdezfelelek. Ha esetleg lenne még bármivel kapcsolatos kérdésetek, akkor nyugodtan posztoljátok ide videóra, vagy látogassatok el ide a Facebook oldalamra, és posztoljátok az aktuális vlog alá, vagy lehet, hogy kitalálunk ennek valami felületet, ahol lehet kérdezni ilyen dolgokat. Jó? Mit szóltok hozzá? Ja, most palincsozni fogunk. Lassan itt a fürdetési idő, úton vagyunk hazafele, szerintem itt vége is a mai vlognak. Sziasztok, köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk holnap. Hogy kell kibontani? Legalább egy bontócsíkot raktak volna rá. Ó, ugye ott a kötök.